Ilyen nagy szamócák teremnek ezen a nyíregyháza melletti telephelyen. Fűtetlen sátrakban nevelik a gyümölcspalántákat, így itt most kezdődik igazán a szüret. Azokon a helyeken, ahol fűtött fólia áll rendelkezésre, már korábban is tudták értékesíteni a gyümölcsöt. A kilónkénti eladási árak most még 3000 forint körül mozognak, a piacokon pedig átlagosan 3500 forintért lehet hozzájutni a hazai szamócához ahogy azonban minden évben idén is várható csökkenés a következő két-három hétben. A szabadföldi szamóca, aminek általában lejjebb esik az ára, nem tudja azt a minőséget képviselni, mint egy fóliasátros növényházas szamóca. Éppen ezért az itt megtermelt szamócáknak az ára a mostani ára alá már nem nagyon fog esni. Még egy két-három héttel ezelőtt egyébként a nagykereskedelmi árak, tehát ahogy a közvetlenül a termelők értékesítették, az bőven 3000 forint felett volt kilónként. Most már azért a 2000 forint környékén is alatta van. Ezt úgy satszoljuk, hogy itt is fog maradni egy darabig. Talán, hogyha beindul a szabadföldi valamelyes lejjebb mehet, de nem túl valószínű, mert általánosságban jellemző, hogy Országosan egy olyan 15-20 termés kiesés azért mindenkinél van. A termelő beszélt arról is, a gyengébb termés mellett nehéz helyzetet teremt a gazdák számára, hogy az előállítás jóval többbe kerül a koronavírus berobbanása óta. A szamóca ugyanis speciális növényvédő szert igényel, amit a gazdák jellemzően külföldről szereznek be. A lezárások miatt ezt a szert is nehezebben és sokkal drágában tudták megvásárolni. Sokat emelkedett a műtrágya ára és a fóliák fenntartásának költsége is. A gyümölcsboltokban egyelőre drágább a hazai szamúca, amit a kereskedők is megpróbálnak kihasználni. Ugyanis sajnos évről évre mindig előfordul, hogy bizonyos árusok összekeverik az import árut a hazaival, ezáltal ők jóval nagyobb nyerességre tesznek szert, és amikor hazaviszi valaki a terméket és kivesz egy szemet, ami nem olyan ízű, mint a többi, akkor általában az falul meg a fejükbe, hogy hm, hát akkor ennél a termelőnél nem volt finom az eper, vagy ez a magyar még mégsem az igazi, várjunk még vele. Viszont hogyha ránézésre egy egységes képet mutat a láda, azonos színek, azonos formák vannak, hiszen kézről kézre, szemről szemre válogatjuk az epret, és így kerül be a ládába, akkor az már egyfajta támpont lehet a vásárlónak, hogy nem egy olyan látában van belepakolva az áru, amiben össze-vissza van kicsi, nagy, világos, fakó, sötét, fényes, macinő. Aki semmiképpen nem szeretne ebbe a hibába esni a június közepéig tartó szezonban, a frissen szedett hazai szamóca élénkebb színű, a szírom levelei pedig nincsenek úgy megszáradva, mint a több ezer kilométerről szállított, jellemzően Görögországból importált gyümölcsnek.